Közhely, meg sokat beszélünk arról, hogy felgyorsul a világ, felgyorsulnak a generációk, a 40 évesek már nem értik a 20 éveseket, de már a 20 évesek sem nagyon értik a 15 éveseket, mert annyira pörögnek az újdonságok, hogy minden mindig csak előre és még gyorsabban történik. Kevésnek érezzük a 24 órát, még többet akarunk belezsúfolni, úgyhogy nagyon érdekes eljátszani a gondolattal, hogy mi lenne akkor, hogyha egy napba több óra férne bele. Engem nagyon érdekel például, hogy mi történne a zenékkel, hogyha lelassulna a világ. A mai kornak a zené abszolút mértékben tükrözik azt, hogy minden egyre gyorsabb, és a zenéknek a BPM számai is fölfelé törekednek, aztán egyszer csak visszalassulnak a felére, de aztán megint újra elkezdenek gyorsulni, és van egy ilyen periodicitás a zenéknek a tempójában. Vajon mi történne akkor, hogyha elkezdene lelassulni a Föld, hogy a zene ezt lekövetné, és egyre vontatottabb lenne a zene is, vagy pedig a zene pont, hogy ellene menne ennek a változásnak, nem tudom.